Pokémon Ridaton. Negyedik nap, és a vlog második fele. Szóval ennek az első részét ide fogom belinkelni. Valamelyik oldalra, sose tudom melyikre. Mindig a hifi felöri. Hifi. Akkor ide. Igen. Tegnap este még volt egy read-in, a Ridatonos read-in Discordon, amiről külön nem csináltam felvételt, viszont ilyen jó volt. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó volt. Zsófiék voltak a rakéta csapat, és ellopták a pokémonjainkat, nekünk pedig meg kellett őket keresnünk. Nagyon fun volt, úgyhogy tök jó volt, és ezért is kaptunk egyébként új pokémonokat, úgyhogy még jobban megérte a küzdelem. Úgyhogy nézzük meg, hogy szerdai napon milyen pokémonokat szereztem, így összegezve, ez recept, ez nem az. Olyan rosszat álmodtam, azt álmodtam, hogy ez a jegyzet része itt kifogyott a határidő naplomnak. Most így eszembe jutott. No! Egyetlen fölírtam mindent? Nem, basszus. Jó, tegnap szereztem egy Pidgeot Insta posztolással, egy Sealt, 2,5 liter víz megivásával, csak ezeket elfelejtettem az összegző helyre felírni. Aztán a fejezbe egy alkotást a Ridaton alattal, egy Togepit, ugyanis ugye tegnap ezeket rajzoltam, és ezeket megadtam magamnak a izét, a Pokémon. És ha minden igaz, azon kívül még egy Venonat, ami szintén a tegnapi locsolásomért adatott meg nekem. Úgyhogy most a héten én locsolom a cserepes növényeinket, amiből sok van egyébként, tehát ezt hogy tudom itt elérni, hogy ne így. Igen, és ezeken kívül, amit a tegnapi read-in-en szereztem, pokémonok, az az egyik az a Mewt, azt hiszem így kell kimondani, a rakéta csapat macskája, és a másik az egy random pokémon volt, három random pokémon közül lehetett választani, és igazából nekem kidobta az evolválás utáni második és harmadik fázisát is. Viszont szerintem a második fázis cukibb, úgyhogy egy Dragonair-t választottam. Egyébként most Pokémon Go-n pont egy Dragonair a buddy-m is, úgyhogy így most épp kötődök a Dragonair-hez, és inkább nem a végső változatot választottam. Annyira nem akarom őket evolválni. Ja, meg kaptam, választottam egy vízkövet, mert akarok még egy Eevee-t, és majd azt az Eevee-t akkor tudom evolválni. Most nem jut eszembe az Eevee-nek a vizes formája. Vaporeonná, igen. És hát továbbra is szuper izgalmasak az olvasásaim, továbbra is Percy Jacksont olvasok. És ennyi. De azért remélem, hogy ebben a második félbe is fognak jutni izgalmas dolgok. Jó, szóval következő dolgom ma lerajzolni a tegnap szerzett pokémonokat, meg beírni a nyilvántartásból, mert most nem írtam be őket tegnap este már, és tökéletesítem a lejátszási listámat, amit szintén egy pokémonért hoztam létre. De amúgy már két napja dolgozok rajta, meglátjuk, hogy tetszik-e, milyen lesz, jó lesz, és akkor bedobom Discordra is.
már péntek van, és fáradt vagyok. Uh-huh. Oké. Okay. Pokémon összegzés. Kezdjük azzal. Az a legegyszerűbb célkitűzés. Tegnap is rajzoltam, nem tudom. És nem nyomítottam. Gyűlnek már itt. Jó, azt hiszem mindent fölírtam most. Szóval, csak kijövök a képből. Nem, most nem jól állítottam be a kamerát. Mindegy. Igen, azért vagyok ilyeneket, mert reggel van, és ilyenkor még nem... Nem indult el a hangom. Tegnap lett egy ditóm a fejezbegy alkotásalra, amit arra számoltam el, hogy befejeztem ennek a vlognak az első felének a vágását, és a renderelését és feltöltését YouTube-ra, úgyhogy majd szombaton kimegy. Bármire ez a videó kimegy, addigra az már kimegy, szóval mindegy. Aztán összeállítottam és véglegesítettem a lejátszási listámat, úgyhogy azzal egy Snorlaxot szereztem. Amúgy nagyon nehezen tudtam választani ebből a hatból, mert körülbelül 4 olyan volt a lehetőségek közül, hogy szeretném, de aztán végül Snorlax lett, mert cuki. És mert miért ne? Igen, aztán tedd zöldebbé a földet pontra ismét, azzal egy Bellsproutot fogtam el. Ja igen, 2,5 liter vizet megittam, azért egy Slowpoke-ot kaptam el, illetőleg szintén a rajzokra, mert tegnap ezeket rajzoltam itt, ezt a 4-et, de hogy is 5-öt. Nem, meg még a Venonatot is ide rajzoltam, meg a Togepit is. Na igen, erre elszámoltam még egy Pokémon, és azt úgy, hogy még egy Eevee-t, mert szeretnék egy sima Eevee-t, meg szeretnék egy evolvált Eevee-t, szóval a második Eevee-met evolváltam a Read-in alatt szerzett vízkővel Vaporeonná. Úgyhogy most már van egy Vaporeonom is. Hogyha már Percy Jackson, meg minden áldott pillanatban ilyen vizes dolgok érdekelnek általában, akkor ja, a Vaporeon elég egyértelmű. Pokémon Go-ba is a legerősebb Vaporeonomat Percynek hívják. Vajon miért? Igen, ez tökéletes átvezetés, tegnap este befejeztem a villámtolvajt is, úgyhogy igen. Fönnmaradtam jó sokáig, ezért nagyon fájt, hogy reggel próbáltam fölkelni időben. Jövő héten még jobban fog fájni. Úgyhogy nem tudom, mit fogok most olvasni. Egyrészt kéne takarítanom, na most abban az a dilemma, hogy nem tudom, hogy zenét hallgassak közben, vagy elkezdjem a Loveless-t hangos könyvben hallgatni. Mind a kettő elég esélyes, nem tudom, melyik legyen. Másrészt ki kéne találni, amit olvassak következőnek, és igazából feladatok nem nagyon maradtak, tehát hogy Pokémon szerzések, tehát még mindig ott van a posztolós, ból, a 2,5 liter víz. Egyedül, ahova nem teljesítettem egyszer se, az a menj ki a szabadba és takaríts fel egy szemetes területet, mert hát ez most nem jött össze. Azt nem, igazából ott annyira nem szakad meg a szívem egyik Pokémonért se, úgyhogy nem érzek veszteséget. Ja, már azon kívül, ezeken kívül már csak a csipki pont maradt, amivel majd megszerzem a kis ponitámat. De a csipki pont csípt ki magad pontot szombaton. Vagyis hónap fogom teljesíteni, mert olyan jó, hogy ez a szék így recseg, nem tudom, mit csinálja, most nem szokta. Na igen, úgyhogy így állunk, van jó sok Pokémonom, gyakorlatilag Pokémon mester is vagyok már, tehát igazából már csak azon felolvasok. Gyakorlatilag az oldalszámoknak nekem nincs sok jelentősége, mert annyira nem érdekel az a része, hogy evolváljam a Pokémonokat annyira, mert általában az első formájuk sokkal cukibb, mint a végleges formájuk. Pokémon Go-ba is mindig, miután evolválom őket, nagyon csúnyáskák lesznek. Na mindegy, úgyhogy én el vagyok a kis egyes szintű basic Pokémonjaimmal, nem tudom, hogy ennek lenne később jelentősége, mindegy, azért felírom az oldalszámokat, hogy tudjam, hogy ugyan hány pontot tudok kiosztani nekik fejlesztés céljából. És akkor szerintem megyek takarítani.
kijöttem levegőre. Igen, és át is öltöztem, mert meleg van. Szóval elkezdtem hallgatni a Loveless hangos könyvben, és nagyon-nagyon jó, úgyhogy nagyjából az lesz a mai programom, hogy mindenféle tevékenységet keresek, amiközben tudom hallgatni, mert már több mint 2 óra lecsúszott belőle, és úrfel imádom. Nagyon jó most. Nagyon, nagyon hasonló érzéseim vannak, mint amikor a Fangirlt olvastam pár éve, és azt is ugye nagyon szerettem, úgyhogy... Igen. Sőt, egyébként délután muffint fogok sütni, amiközben tökéletes a lefestő zene lesz. Szintén a Loveless hangos könyv, úgyhogy ez a mai program. És nagyon meleg van. Ebben csak az a rossz, hogy nem volt tavasz. Tehát hideg volt, aztán már meleg lett, és én ugye az átmeneti időt szeretem, és az már nincs. Ez egy nem létező fogalom. Éljen a globális felmelegedés. Na, táncolj még! Na, és itt lesz. De benne lehetsz felőlem. Na, akkor Pokémon Ridaton 6. nap kezdődött meg a mai nappal, és már csak ma meg holnap van. Tegnap nem fogtam sok Pokémont. Föl se írtam szerintem mindet. Azt a kemény 2-t, azt hiszem annyi volt. Volt egy Insta posztom, azzal lett egy Sperrom, ha úgy kell kimondani. Illetőleg azzal, hogy tegnap megrajzoltam a tegnap előtt fogott Pokémonjaimat. Némítom a telefon. Azzal pedig fogtam egy Porygont. Persze, hogy nem mindig volt. Igen, egy Porygont. Úgyhogy ez volt a tegnapi termés, mert nem sikerült sem a 2,5 liter víz, sem a locsolás, mert későn értünk haza, úgyhogy... Ja... De sütöttem muffint legalább, amit még meg kell habozni. És ami pontot viszont ma fogok teljesíteni, az a csip ki magad, és azzal lesz egy ponitám. Na jó van, úgyhogy már csak 2 nap van vissza, és ezzel a 2 nap alatt már nem fogok sok Pokémon fogni, és nem fogok sokat olvasni, de... Mindegy. Ez te voltál? Hallom. Pokémon Readathon vlogzárás, mert a mai nap már így semmit nem fogok elfogni úgyse. És tényleg sem nagyon fogtam semmit. Ezt engedjük el. Frissen mosott a hajam, ilyenkor nem lehet neki parancsolni, hogy mi történjen. Ja, hát igen, igazából gyakorlatilag az egyetlen új Pokémonom az a Ponyta, amit megkaptam arra, hogy tegnap kicsittem magam. Igazából ma is kicsittem magam, úgyhogy akár a maira is számolhatjuk. Mármint, hogy a tegnapi helyett maira. Mert az csak egyszer lehet. Igen, azon kívül még szereztem 2 másik Pokémon, de azokat cseréltem, mert duplázódtak, és akkor annyi, szóval az annyira nem érdekes, meg semmi új. Szóval nagyjából ez volt ez a Pokémon Readathon. És akkor ez ennek a vlognak a zárása, majd még bevágok egy close-upot a teljes miszéről, rajzokról, meg mindenről. Annyi, hogy a Porygont nem rajzoltam le, azt szerintem már nem is fogom. És a Ponytára nem jutott időm tegnap óta, úgyhogy... Úgyhogy igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Zsófinak, hogy megrendezte ezt a nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és érdekes readathont, mert nagyon ilyen jó koncepciója volt ennek az egésznek, és nagyon élveztem csinálni. Tök jó motivációt adott, tök jó élmény volt, úgyhogy remélem lesz máskor is.
És akkor lezárásként a szokásos szövegem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!